Négy atléta képviselte a nyíregyházi színeket az észtországi U23-as Európa-bajnokságon. A minimális célkitűzés mindegyikük esetében a döntőbe jutás volt. Kerekes László mindhárom tanítványa bejutott a 12-es döntőbe, ahol Kerekes Dóra a 11-dik, Káprár János a 8-dik, Szisszai Róbert pedig a 3. helyen végzett. Az edzőben ennek ellenére maradt némi hiányérzet. Robiban több volt. Több volt. Igaz, hogy a korosztályos magyar bajnokságon ugye 3 érvénytelen dobott, tehát ott már volt egy kis bizonytalanság, és ezért kicsit nehezebben indultunk neki ennek a versenynek, de tehát az, hogy 12 centivel maradt le a második helyről, az, hogy tudom, hogy amennyivel nyerték, ő ettől sokkal többet tud, most ennyi jött össze. Szisszai Róbert a selejtezőben két rontott kísérlet után dobta a döntőt érő 58-34-et, majd a fináléban a 6. kísérletre repült a bronzérmet jelentő 58-82-re a diszkosz. Igazából 60 méter föl szerettem volna dobni, amivel akár nyerni is lehetett volna, tehát az úgy, de benne volt, de így utólag örülök ennek a 3. helynek azért. Bakosi Péter a 26 versenyző számláló mezőnyben idei legjobbjával 221 cm-rel az 5. helyen végzett, úgy, hogy azonos eredményt ért el a bronzérmessel. Egyik szemem sír, másik nevet, mivel így összegezve ugye azért a felkészülésemben voltak ugye problémák, sérülések, nem tudtam elvállalni a külföldi versenyemet, legalább 5-6 versenyt vagy 7 versenyt, ha nem többet le kellett mondanom, és ez volt összegezve a 3. komolyabb versenyem ugye idén, amin odaálltam, és akkor ugorjunk, amennyire csak tudok. Így örülök neki az eredménynek, de a belegondolok ott versenyen, hogy azért nem sokon múlott, akkor egy pici sír a szemem is, hogy kellett volna az a pici. Az Európa-bajnokságon szereplő versenyzők rövid pihenőt követően folytatják a felkészülést, mivel még több hazai és nemzetközi viadal vár rájuk a szabadtéri szezonban. A nyíregyházi színeket a csütörtökön kezdődő és svédországi junior Európa-bajnokságon a 400-as futó Palási Lusza képviseli, a grúziai Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon pedig Leveleki Bence távolugrásban áll majd rajthoz július végén.